Egyik kedvenc vendégem Fintor Gábor, azért, mert hát igazándiból kérdezni se kell, tehát nagyon jól felkészült, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy szinte az anya tejjel szívhatta magába a kultúrát, nagyon szépen beszél mindig a programokról. Szia Gábor! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Hát kiváló és gyönyörű idő van, gondolom Tokajban is, és azt hiszem, hogy egy ilyen kellemes ősz az mindenképpen fokozza az emberekben azt a vágyat, hogy még valami kis plusszal megbolondítsuk, bár ugye a szüretben ott a borfogyasztás is talán hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit oldódjon itt az emberekben esetleg felgyülemlett feszültség. Hogy látod, hogy sikerült itt ez az őszi időszak, maga a szüret, maga milyen a bor, hiszen ugye ti nem csak a kultúráról, hanem a gasztronómiáról is híresek vagytok. Így van, a gasztronómia és a kultúra az találkozik tulajdonképpen a fesztiválkatlanban, és mindez kiegészíti mind a kettő tulajdonképpen a minőség, és ennek jegyében dolgozunk, és dolgoztunk a 2017-es évadban is, amelyet összefoglalva nagyon jónak értékelhetünk. Kérdőíves felmérések alapján a közönség is nagyon elégedett volt. Egy jó műsor struktúra, egy célzott marketing kampánnyal azt gondolom, hogy sikeressé tettük a harmadik teljes évadunkat, ami a Fesztiválkatlan Kft-t illeti és jellemzi. Ugye volt világsztár, ezen kívül több ősbemutató, Robin Hood Musical, Seasons of Life, vagy éppen az Abba Symphony, több teltházas esemény is a 2500 férőhelyes Fesztiválkatlanban, amely Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színpada, és még mindig azt hiszem, hogy csodálatos környezetet tárul elünk, és egy nagyon jó hangulatot varázsol azoknak, akik ellátogatnak ide a Fesztiválkatlanba. Úgyhogy mind az események, mind pedig az újdonságok, Fesztiválkatlan vacsorahajó nagyon jól teljesített ebben a szezonban. A nézők közben látják, hogy hogy is néz ki, akár madártávlatból, akár közelről maga az épület, ha valaki még nem járt ott. Te voltál egyébként, Gábor, minden előadáson? Természetesen minden előadáson. Én vagyok az tulajdonképpen, aki először oda megy és utoljára távozik. Ez a rendje módja. Vannak törzs nézők, ha lehet ezt mondani? Abszolút vannak olyanok, akik tulajdonképpen minden előadásra eljönnek. Személyesen is ismerek többiet, de természetesen vannak olyanok is, akik egy-egy előadás művész, vagy éppen előadás kedvéért utaznak nagyon sokat, mert ez is kiderült a kutatásunkból, hogy valaki Pest megyéből érkezett, vagy még Székesfehérvárról, szóval számos helyről az országból. Lehet-e azt mondani, hogy tulajdonképpen minden képzeletet felülmúlt az a siker, vagy az a szeretet, amit tapasztaltok a nézőktől? Azt gondolom, hogy teljes mértékben, hisz nagyon sok visszajelzést kapunk, mind a honlapunkon keresztül, mind más kommunikációs csatornákon keresztül, és összességében tényleg egy egyedülálló helyszínnek tulajdonítják a Fesztiválkatlant, szeretik a nézők, úgyhogy mindenképpen a célunk továbbra is az, hogy minőségi programokat szervezzünk. Azt mondják a divathoz értők, hogy az, hogy mi lesz a divat, az már mondjuk 5 év múlva, az már most elkészül a különböző tervező asztalokon. Hogy álltok ti a programszervezéssel? Hány évre előre gondolkodtok? De azért, hogy praktikusak is legyünk, azért a következő időszakból is szerintem szemezgessünk, hogy mi mindenre lehet még esetleg jegyet kapni. Tulajdonképpen a 2018-as Fesztiválkatlan szezon előkészületei már folyamatban vannak, ezt majd jövő év elején fogjuk nyilvánossá tenni, de ami a mostani apropóját jelenti tulajdonképpen a beszélgetésünknek, az, hogy Fesztiválkatlan a Paulay Ede Színházban, tehát ez egy újdonság Tokajban, a Tokaji Színházban a Fesztiválkatlan Kft. Szervezi a bérletes színházi előadásokat ősszel, télen és tavasszal egyaránt. Ilyen még nem volt, ez az első ilyen dolog, és ennek apropóján vagyok tulajdonképpen itt, és beszélgetünk, ezekről a programokról szót ejtsünk. Elsősorban a minőségi szórakoztatás irányába indultunk és mentünk el. November 19-én lesz az első előadásunk, Mód és Herold című darab, Esztergályos Cecília főszereplésével, aki vadonatúj arcát fogja megmutatni és elkápráztatja a közönséget. A Körúti Színház lesz az, aki előadja majd ezt a darabot. December 4-én jön a Pesti Művész Színház, Egy csók és más semmi című darabbal, és februárban pedig az Orlai Produkciós Iroda a Folyón túl Itália című darabot hozza el, melynek főszereplője
a mostanában nagyon népszerű Szabó Kimmel Tamás, de ezen túl bérletszünetes előadásként látható majd a Miniszter félrelép című előadás a Bánfalvi stúdiótól, olyan fantasztikus művészekkel, mint Gesztesi Károly, Kis Ramona, Száraz Dénes, Beleznay Endre, szóval hát azt hiszem, hogy minőségi és ígéretes szórakozást biztosítunk majd a közönségnek, fesztiválkatlan.hu bérleteket és jegyeket egyaránt lehet vásárolni, és egyébként gyermekelőadások is lesznek, ezek között például a Kisherceg, a Micimackó, a Diótörő, szóval a gyermekeknek is próbálunk kedveskedni, illetve nem csak színházi eseményeket szervezünk, hiszen a Tokaji Kulturális Központban, a zsinagógában retro szilvesztert fogunk tartani, úgyhogy a szilveszteri bulit is akár Nyíregyházáról, a megyéből Tokajra el lehet jönni, el lehet látogatni és velünk tölteni. Azt hiszem, tényleg különleges helyszíneket említettél, és hogy mondtad, hogy van egyfajta visszajelzés, tehát, hogy kitölthetnek bizonyos kérdőíveket, vagy kitöltöttek a nézők kérdőíveket. Ebben például hagytatok egy pici teret arra, hogy esetleg ők is javasoljanak olyan előadásokat, vagy olyan stílust, ami elképzelhető, hogy nem jutott eszetekbe. Természetesen abszolút nyitottak vagyunk a közönség érdeklődésére, és hogy egyáltalán mit szeretnének látni a csodálatos fesztiválkatlanba, vagy éppen a színházba. Ez már tavaly is megtörtént egyébként, folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehet jelentkezni, úgyhogy ezt abszolút számításba vesszük. Azért te szerencsés vagy, Gábor, mert nyilván a te kedvenceid, vagy a szívednek nagyon tetsző dolgokat megpróbálod becsempészni a kínálatba. Van olyan szupersztár, akire nagyon éhezel? Én azt gondolom, akkor vagyok elégedett, amikor a közönség elégedett, tehát az a legjobb érzés, amikor mondjuk felállva tapsolnak, vagy nagyon jól érzik magukat egy előadás alatt, tehát igazából ez a legfontosabb szerintem egy szervezőnek, úgyhogy vannak egyébként olyan előadók és olyan darabok, amelyek azt hiszem, hogy a 2018-as esztendőben nagy népszerűségnek fognak örvendeni. Nagyon titokzatos vagy, de reméljük, hogy ahogy közeledünk a 2018-as évhez, egyre többet fogsz elárulni. Köszönöm szépen, én hogy is itt köszönöm. Voltál. Mi pedig most már irodalommal folytatjuk. Margócs István irodalomtörténész kritikus és az ELTE nyugalmazott tanszékvezetője kapta a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület emlékplakettjét. Az ünnepélyes átadáson stábunk is ott járt. Dr. Margócsi István irodalomtörténész kritikus, az ELTE Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetének habilitált egyetemi docense. Tanított külföldi egyetemeken is, többek között Bécsben, Pozsonyban, Rómában és Göttingenben. Munkásságát számos díjjal elismerték, a Táncsicsi Mihály díj és a József Attila díj mellett 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovakkeresztjét is átvehette. Az elmúlt héten a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület emlékplakettjét kapta meg. A Móricz Zsigmond emlékplakettet a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapította 2009-ben. Az első díjazott az író nevelt fia Móricz Imre volt. Utána egy húzamosabb ideig elsősorban Móriczsal foglalkozó és Móricz életművét kutató személyek kapták, Kovács Dániel tanár úr, Hegyi Katalin a Petőfi Irodalmi Múzeumból, Szilágyi Zsófia, aki írt egy monográfiát is róla, és hát nem utolsó sorban, sőt első között kapta meg Hamar Péter megyénk kitűnő Móricz kutatója. Mintegy két évvel ezelőtt egy váltás történt a díjazottok személyében. Úgy éreztük, hogy nem csak azokat kell ebben a kitüntetésben részesítenünk, akik Móricz emlékművét, életművét vizsgálják, hanem azokat is, akik a megye és a régió kulturális életéhez sokat tesznek. Ennek jegyében kapta meg két évvel ezelőtt Fehér József, aki a Kazinczy Múzeum és a Kazinczy Társaságnak is elnöke volt nagyon sokáig. Tavaly pedig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, Jankovics József. Idén pedig megint egy olyan személy kapja, aki nagyon erősen kötődik Móriczhoz, nagyon erősen kötődik Nyíregyházához, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez is, de mellett igazándiból talán a Petőfi kutatásai által ismert Margócsi István személyében egy igazán nívós és egy rendkívüli felkészültséggel rendelkező személy kapja idén a díjat. Egyrészt nagyon fontos szempont volt az az életmű, az a tudományos tevékenység, amit tanár úr
az elmúlt években, évtizedekben teljesített. Másrészt pedig a nyíregyházi kötődés, a Margócsi család nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeje kötődése, talán nem is kell erről beszélnünk, nagyon-nagyon nyilvánvaló. Harmadrészt pedig nagyon jó kapcsolata van az egyesületnek tanárúrral, sok konferenciánkon részt vett, és nagyon-nagyon építő, jó hozzászólásokkal, előadásokkal segítette a munkánkat. Örömmel fogadtam, mert hát a nyíregyházi kultúra életet is benne, a Móhincz Társaságot már hégtől fogva nagy becsüléssel látom és figyelem. És hol van ennek a díjnak a helye az ön szívében, az ön lelkében? Nosztalgikus jó helyen van. Hát én érettségi után elmentem Nyíregyházáról, attól kezdve már csak családi vendégségbe vagy nyahelni jöttem haza, úgyhogy szoros kapcsolatom nincs a városra, de természetesen a nosztalgiák azok megmaradtak. A társaság elnöke azt mondta, hogy elsősorban a Petőfi kutatásaiért kapja ön ezt a díjat most. Milyen kutatásokkal foglalkozik ma mostanában? Én az egyetemen 18-19. Századi irodalomtörténetet tanítottam, és valóban legtöbb tanulmányom az Petőfiről szól, de hát azóta írtam egy jó pár tanulmányt Jókairól és más 19. századi szerzőkről. Most éppen, hogy Arany János év van, most több fölkérést kaptam Arany János tanulmányt megírni, és most ezekkel foglalkozom. Mit gondol ön, hogy a mai fiatalsághoz hogyan lehet közelebb vinni a klasszikus irodalmat? Hát meg kell próbálni rábeszélni a gyerekeket vagy a fiatalokat, hogy egyáltalán olvassanak. És hogyha a mai irodalmat olvasnak, vagy bármi irodalmat olvasnak, attól már tényleg csak egy lépés a klasszikus magyar irodalom. Nem feltétlenül a klasszikus irodalmat kell lehetetni, hogyha olvasnak maguktól, vagy a maguk kedvére, akkor el fognak jutni a klasszikusokig is. Irodalom után ismét zene, illetve vokális zene. Szabó Dénes Lisztdíjas karnagy úr a vendégünk. Jó estét, tanár úr! Jó estét, János! Hát azt hiszem, hogy azzal fejeztük be pár héttel ezelőtt, hogy a Kantémus gyerekkar nem sokára utazik egy olyan országba, ahova kiskacsa is úszva szokott érkezni, ugye Lengyelországba, és hogy ott már régen járt az együttes. Hát azt gondolom, hogy ezzel az utazással beírtuk magunkat a lengyel vokális zene történelmébe, hiszen amit most tanár úr elhozott, az gyakorlatilag szinte minden, amit ezen a fesztiválon vagy versenyen ez egy verseny volt, el lehetett hozni. Hát akkor kérünk szépen egy kis élménybeszámolót. Lehet, hogy a lengyelek most már meggondolják, hogy legközelebb meghívjanak bennünket, én vagy nem. Én is ettől tartok. Nem tudom, hogy akkor, amikor korábban beszéltünk, akkor esett arról szó, hogy a két polgármester jó viszonyban van. Nyíregyháza és Bieszko Biela között épülő barátságos viszonyra való tekintettel. Igen. Hát ők ajánlották, hogy milyen jó lenne, ha pardon, milyen jó lenne, ha mi elmennék oda az ő versenyükre. 13-szor rendezték, megvan benne tapasztalatuk. Ez egy nemzetközi verseny. Én most megnéztem ennek a történetét, mert nem ismertem korábbról. Azt hiszem, talán 2007-ben volt az első, és minden évben megrendezik. És megnéztem, hogy a nagy díjakat kinyerték meg. Azok tulajdonképpen lengyel kórusok mindig, aki a nagy díjat nyerte. Bieszko Biela nagyon büszke, mert már négyszer is megnyerték a nagy díjat. Gdansknak van még jelentős díjai, és még egy lengyel városnak valonnan északról. És akkor mi egy kicsit ilyen, nem is tudtam, azt hittem, hogy csak vendégnek hívnak bennünket, de azért teljesítettük a normát, a gyerekek nagyon jól énekeltek, és izgalommal vártuk a eredményhirdetést a szombati verseny után, ami vasárnap délután ünnepélyes keretek között volt, tele volt a hangversenyterem énekesekkel, érdeklődőkkel, és akkor elkezdődött az a kínes szituáció, hogy most akkor mindenki menjen föl a színpadra, illetve azok menjenek föl, akik kaptak arról értesítést, hogy valami díjat fognak kapni. Uh-huh. Akik nem kaptak semmi díjat, azokat elengedték haza, ne töltsék ott hiába az idejüket. Uh-huh. És akkor ott kínosan ott állunk a színpadon, és akkor jön az eredményhirdetés, és én láttam, hogy sok kupa van kikészítve, és bíztam benne, hogy talán egyet a gyermekkarok közül talán majd mi megkapunk. Mert milyen volt egyébként a színvonal? Jó volt a színvonal, nem tudtam, hogy a lengyeleknél ilyen jó énekkarok is vannak, mint akik most itt előkerültek,
de hál' Istennek nem gyermekkari kategóriába kerültek el a jó énekkarok, hanem a vegyeskari kategóriába. Ott több jó énekkar is volt. Remélem, hogy valaki majd a mi fesztiválunkra is eljön, és megmutatja, hogy tényleg jó a lengyel kórus élet. És akkor jött az eredményhirdetése, és hát a legnagyobb örömünkre, persze sivalkodás volt mindig a teremben, akkor volt egy díj, meg még egy díj, meg még egy díj, meg még egy díj, még egy díj, és akkor ott már elfogytak a kupár, csak a legnagyobb volt hátra, és akkor az persze a műsor közül azt a nagyon ügyesen csinálta, hogy ezt szokták csinálta, hogy csűrte, csavarta a dolgot, minden óra, csak a nevet nem mondta ki. Fokozta az és akkor érzést. Ott nagy volt a feszültség, és akkor kimondta azt, amit mi sem gondoltunk, hogy még a nagy díjat is a nyíregyházi gyerekeknek adták oda. Tehát akkor tulajdonképpen ez azt gondolom, hogy a történelemben most egy fantasztikus dolog volt, vagy a lengyeleknek, nem tudom, örültek ennek, vagy inkább vesztesként mentek el a terepről? Az volt az érzésem, hogy elismerték. Tehát nem maradt bennük szomorúság, hisz előző este két másik lengyel énekkarral egy általunk Vizslának nevezett szép városkába voltunk, ahol koncerteztünk, és hát akkor már a két másik énekkar, aki körül az egyik azért egész jó volt, azok az már nagyon oda voltak, hogy a magyar gyerekek milyen jól énekelnek, és akik hallották, hát azt kell mondjam, hogy egy kicsit se szégyeltem, hogy a gyerekek énekeltek, nagyon jók voltak, meg voltam velük elégedve. Egyébként ilyenkor is el akarják a titkot lesni? Vagy csak amikor mondjuk ide utaznak kurzusra, például ugye a kórusvezetők, vagy megpróbálnak azért ilyenkor is valamit összeszedni? Ez az utazás két részből állt. A odafele úton megálltunk Krakkóba és Katowicébe, először Krakkóba, és ott volt egy bemutató, ott kellett nekünk a titokról beszélni, egy zeneművészeti főiskolán, másnap pedig Katowicébe, egy zenei szakközépiskolába kellett ugyancsak egy bemutatót tartani, és mindegyikhez kapcsolódott egy-egy koncert. Azt mondom, hogy tulajdonképpen a mi verseny jó szereplésünknek ez is volt az egyik feltétele, hogy a gyerekek előtte már kétszer voltak színpadon, méghozzá hosszú ideig, mert ezek a bemutatók több mint egy óráig tartottak, amolyan másfél órások voltak, és ilyenkor a rutint nagyon könnyű megszerezni. Nagyon fontos, hogy ő biztonságban érezze magát a színpadon, kipróbálta, be tudott lépni, nagy öröm. Tehát mire a versenyre jutottunk, az már a harmadik nagy szereplés volt, ráadásul a versenyen nem kellett csak 15 percet énekelni, másfél óra helyett, és a állóképességünk akkor már nagyon jó volt. Tehát tulajdonképpen ott egy ilyen zanzásítva adták a legtöbbet magukból a gyerekek. Az jutott eszembe, hogy tanár úr, nem fél attól, hogy annyi helyen szórja szét a magvait ennek a titokzatos, mágikus növénynek, ami tulajdonképpen maga ugye a kórus család, hogy egyszer valaki növeszt egy jobbat? Tehát, hogy annyira nincs ellene kifogásom, főleg ha Magyarországon nő, annak csak örülni tudok, és én úgy gondolom, hogy Kecskeméten az Kodály iskolában azért Durányik László, aki nyíregyházi éveket töltött mellettünk a Kodály Zoltán általános iskolában, azt gondolom, hogy ő jó tanuló volt. Uh-huh. Ő az itt töltött 5-6 évet úgy töltötte el, hogy megszerezte magának a fontos dolgokat, és éppen tegnap Sárospatakon énekeltünk együtt a Vártemplomba egy Kodály gyűlés alkalmával, és hát meg kell mondjam, rendkívül könnyű volt, mert ugyanúgy tanítja a kecskeméti gyerekeket, mint ahogy mi tanítunk, itt ezt ő megtanulta, nagyon eredményes, egy hónapja Görögországban nagy díjat nyert a kórusával, mi Lengyelországban jártunk nagy díjat a kórusunkkal, csak két kórus próba nélkül énekelte legközelítőleg egy órás műsort, úgyhogy nem kell kipróbálni. Pünkösdőlőt, Vízkeresztet, Angyalok és Pásztorok, 150 Igenfi Zsoltár, Bibel Ave Mária próba nélkül, mert nem volt idő rá, azt mondtuk, hogy kipróbáljuk, és minden ment. Különböző karmesterekkel. Hát ez legalább ugyanolyan öröm, azt gondolom, tanár úrnak, mint amikor a diákjaiból a legjobb hangot sikerül előhozni, amikor egy tanítványból, egy karmesterből is a legjobbat sikerül faragni. Igen, tehát az irítség kérdése, ami felvetődött, az most ezt mi nem engedhetjük meg magunknak Magyarországon, ezt a luxust. Sok durányi tanárul kell még az országban mindenfele, aki megértette és meg tudja csinálni jól ezt a magas színvonalú éneklést. Remélem, hogy
még lesznek követőink. És hová lesz a következő utazás? Hová hát Lengyelországba. Lengyelországba? Hát most ez egy annyira jó hely, hogy ide érdemes akkor visszamenni. Ez most egy kicsit messzebb lesz, mint Biaskubiala és Krakkó. Kétszer olyan messze lesz, Legnyikába, Wroclaw környékére megyünk. A magyar konzulátus hívott meg bennünket, illetve a magyar külképviselet, hogy ott ünnepi hangversenyt adjuk, és ez szombat hajnalban 5 órakor indul ez az út, és feltétlenül próba nélkül fogjuk az első hangversenyt előadni, mert szerintem nem fogunk ideibe odaérni. Nagyon messze van. Gondolom, hogy a lengyelek azért bőszen emlegetik a lengyel-magyar két jó barát kezdetű rigmust, úgyhogy együtt isznak, akkor egy ilyen sikeres szereplés után szerintem a magyarok és a lengyel nép egészségére is. Hát köszönjük szépen, tanár úr, akkor kívánunk nagyon jó utat, és számtalan katartikus koncertet a hallgatóságnak. Remélem most a nagylányok mennek, és remélem, hogy ők is tudják ezt, sőt, ők biztos még jobban tudják. Köszönjük. Ha már itt a történelemről esett szó, most ezzel folytatjuk. Reng a föld, morajlik címmel mutatták be Kéri Péter 1956-os forradalom és szabadságharc nyíregyházi eseményeit feldolgozó filmjét a könyvtárban. Erről láthatnak most egy összefoglalót. Reng a föld, morajlik. A zsarnok megremeg. Rabláncok lerázzák letibrott nemzetek. Tengerár áttöri a roppant gátakat. Ellenállhatatlan. Megtisztít tájakat. Szabadkor hajnalán felkél immár a nap. Milliók börtöne örökre szétszakad. Új, áldott lesz a föld. Nem dúlják zsarnokok. Mindenütt győznek már az emberi jogok. A film az nem most készült el. A forradalom 50. évfordulójára csináltuk ezt a filmet. Ez egy régi-régi terv volt, de elég hosszú időt kellett arra várni, hogy mindenféle dokumentumokhoz hozzájussunk, ami tulajdonképpen a filmnek az alapjai. Ezt a rendszerváltási időszakot követően lehetővé tették, és hát nyilván mindenki a saját területén elkezdett kutatgatni, és nekem szerencsém volt, mert a József András Múzeumban dikándóra megkapta kvázi ezt a feladatot, hogy az 56-os eseményeket, ami Nyíregyházáról szól többek között, ezt gyűjtögesse össze, és hát ebből készült egy kiadvány, ami hát elég vaskos kötet. Hát ezeket végig kellett nézni, ebben benne volt mindenféle korabeli jegyzőkönyv, különböző iratok, dokumentumok, és hát fotók is készültek 56-ban az eseményről, amelyeket szintén felhasználunk a filmbe szerencsére. Én úgy gondolom, hogy aki nyíregyházi, szereti ezt a várost, itt él hosszú időn keresztül, kell, hogy érdekelje a város történelme. Ez egy nagyon fontos szelete Nyíregyháza történetében, meg kell ismerni az eseményeket, hogy 56-ban mi történt Nyíregyházán. Több mint 3 éves felkészítő munka volt. Itt nyilván nem csak a jegyzőkönyveknek és a különböző adatoknak a feldolgozása folyt folyamatosan, hanem szerencsére még vannak, és voltak is, meg vannak élő tanúk, akik átélték ezt az eseményt itt Nyíregyházán. Velük is készült nagyon sok beszélgetés, bár hozzá kell tennem, hogy ezeknek a visszaemlékezéseknek jó részét nem tudtuk rögzíteni, mert nem járultak hozzá, féltek valami miatt az emberek, de hát a filmben elég sokan megszólalnak, akik átélték ezt a 56-os eseményt itt Nyíregyházán, és hát azt hiszem, hogy színesebbé tudtuk tenni ugye, az egész anyagot. A legnehezebb része talán az volt, hogy egy bizonyos szintig nyomozó munkát is kellett folytatni, hisz nagyon sok olyan korabeli dokumentum jegyzőkönyv ugyanarról az eseményről ellentmondásos volt, vagy legalábbis nem egészen úgy tálalta a történeteket, ahogy az szerintünk valójában történhetett. Úgyhogy egy kis nyomozó munkát is
latba kellett vetni ahhoz, hogy megpróbáljuk a valóságos eseményeket valamilyen szinten bemutatni. Jó lehet, hogy elképzelt, hogy mi is tévedhetünk, vagy vannak benne tévedések, de azt hiszem, hogy közel járunk a valósághoz a film kapcsán. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy most is gondolom, a helyi televíziók be fogják mutatni a nagy közönség számára, iskoláknak, oktatási intézményeknek esetleg lehet ajánlani, hisz a film úgy készült el, hogy tulajdonképpen egy tudományos ismeretterjesztő kategóriába sorolható be. Tehát nem csak pusztán a nyíregyházi eseményeket foglalja össze és tárgyalja, hanem annak a kornak a történéseit is, és megpróbál választ adni arra, hogy mi volt az a gyújtópont, ami tulajdonképpen kirobbantotta az országos eseményt. Kedves nézők, köszönjük, hogy velünk tartottak. A hosszú hétvégére kívánunk nagyon szép élményeket és jó pihenést. Várjuk Önöket egy hét múlva ugyanebben a műsorban. Viszontlátásra!